Szeretnél te is gyorsan XP-hez jutni az új OG Remixben? Itt a képen látható XP-t könnyen megszerezheted, vágjunk is bele! Nincs más dolgotok, mint a leírásból kimásolni a kódot, vagy akár manuálisan is bepötyögni a keresőbe, itt ki fogja nektek adni a mapot, amit érdemes a kedvencek közé hozzáadni, hogy később is tudjatok játszani vele, illetve az is nagyon fontos, hogy tegyétek ezt privátra, hiszen több játékosban ez az XP módszer nem működik, illetve így nem fognak téged zavarni más játékosok, úgyhogy mindenféleképpen ajánlatos, persze többen is bemehettek a pályára, viszont kizárólag csak közületek, ez ennyien bennek fog működni. Miután bekerültetek a mapra, nincs más dolgotok, mint hosszan megnyomni az Enter-t, hogy elinduljon a játék. Hogyha konzola játszok, ez pontosan nem tudom milyen gomb, de biztos írni fogja nektek. Nincs más dolgotok, mint jobb oldalt felugrani itt erre a részre, és elrepülni ennek a bizonyos objektumnak ide a szélére. Itt bekapcsoltok bármiféle emótot, amit csak szeretnétek, és meg fog nektek jelenni egy ilyen kis gomb, amit meg kell nyomni. Ha esetleg nem jelenik meg, érdemes többször próbálkozni, viszont az sem kizárt, hogy addigra ezt a pályát javították. Itt várjátok meg, még letelik az idő, nézzetek valami filmet, YouTube videót, nézzetek meg egy animét, és térjetek vissza. Miután letelt az idő, nincs más dolgotok, mint megnyomni a gombot és a képen látható számkombinációt beírni. Itt próbáltam nektek a videóban direkt lassan mutatni, hogy mindenki be tudja írni. Miután ezzel megvagytok és beírtátok a kódot, el fogtok teleportálni egy bizonyos helyre, és mondom is onnan, hogy hogyan tovább. Itt automatikusan kapni fogjátok már az XP-t, a földön pedig reszeleg repül, amit fel tudtok venni a könnyebb közlekedés szempontjából. Itt szépen menjetek fel egyenesen, és ennek a kis pillárnak a végén meg is fogjátok találni az első gombot. Minden egyes alkalommal vissza fog titeket teleportálni, de nem kell megijedni, nincs más dolgotok, mint ennek az épületnek felmenni a tetejére, és szintúgy ugye a pillárnál meg kell nyomni majd fent a gombot, és megint vissza fog titeket teleportálni. És onnan pedig mondom is a következő helyet. Nincs más dolgotok, mint még egyszer visszamenni ugyanaz az épülethez, csak annyival egy kicsit másabban, hogy most fel kell mennetek a lépcsőn, és a bal oldalt található ablaknál szépen ott lesz a gomb. És még egyszer utoljára vissza kell jönni ez az épülethez, itt az oldalán szépen be kell menni, majd jobbra kell fordulnunk, és be kell mennünk a lépcső alá, és ott lesz a gomb. Ezek után induljatok el balra, ott találni fogtok egy épületet. Nincs más dolgotok, mint itt az oldalánál egy kicsit megkerülni, majd lesz egy ablak, ahol egyszerűen be tudtok repülőzni, de itt a videóban láthatjátok is hogyan. Itt szépen felreplőztök ide fel az ablakhoz, majd a házon belül itt a tetőtért megcélozzátok, pont a középső oszlopnál fogjátok megtalálni a gombot. Ezek után nincs más dolgotok, mint szintúgy visszamenni ehhez az épülethez, csak most nem kell begreplőröznötök az ablakon, hanem szimplán lesz ott egy grilles, ilyen kis eszköz, amit ha megnyomtok, ott szintúgy meg fogjátok találni a gombot. Az utolsónál pedig nincs más dolgotok, mint elindulni jobbra, ott lesz egy kis épület. Ennek be kell menni a kert részére, úgy ahogy a videóban is láthatjátok. Itt pedig be tudtok menni az ajtón, én például jobban preferáltam az ablakot, szerintem egyszerűbb, bár hogyha elrontjátok, ahogy én, úgy talán egy kicsit nehezebb. Itt fel kell nektek menni az emeletre, majd pedig itt a sarokban találni fogtok egy gombot, amit meg kell nyomni. Itt pedig, hogyha felveszitek a fegyvert és lövitek ezeket az úgynevezett ilyen kis célpontokat, folyamatosan kapjátok az XP-t, tehát ez a map akár egy AFK XP farmnak is betudható. Mindazonáltal te kapod az XP-t, mert off-kolsz a pályán, de viszont hogyha még ezeket lövöd, plusz XP-ben részesülsz. Én, legalábbis ez az én véleményem, szerintem sokkal jobban megér, hogyha újra és újra kitoljátok a pályát addig, míg el nem éritek a kreatív XP limitet, persze ezt mindenki döntse el magának. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, mindenféleképpen csapassatok egy lájkot, írjátok le a kommentbe, hogy működött-e vagy pedig nem, és igyekszem gyártni nektek hasonló XP farmos, vagy akár ilyen hasonló pályás tartalmakat a Fortnite-ból. Illetve ne felejtsétek el, hogy az újabb videóban említettem, hogy kisorsolom közöttetek a régi processzoromat, mármint a csatornatagok között. Nincs más dolgotok, mint itt a képen látható videónak a végét megnézni, ahol a nyereményjáték feltételeiről beszélek, illetve hogy hogyan tudjátok ezt a processzort megnyerni, ami nem mellesleg egy Ryzen 5 2600X-es processzor. Úgyhogy ha szeretnél egy ingyen processzort nyerni, hát
Zárójelbe ingyen, ugyanis csatorna tagság szükséges hozzá, de ebbe beleszámít akár a 200 forintos csatorna tagság is, akkor itt a képen látható videót mindenféleképpen csekkold le, ott elmondom benne a részleteket. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ne felejtsetek el feliratkozni és bekapcsolni a csengőt, hogy kapjatok értesítést az újabb tartalmaimról, csapassatok egy lájkot, és mindenféleképpen írjátok le a komment szekcióba, hogy működött-e. Sziasztok! A csatorna tagoknak pedig nagyon szépen köszönöm a támogatást, hatalmas pacsi nektek, tényleg nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen mindenkinek. Ne felejtsétek el, hogy a csatorna tagoknak szól a nyereményjáték, amiről a videóban beszéltem, mindenféleképpen csekkoljátok le. Illetve, hogyha te is szeretnél csatornatag lenni, a leírásban megtalad a linket a csatornatag vásárlásához, akár már 200 forintért is csatlakozhatsz.